Pankutai Lili vitára invitálta a Pesti Srácok egyik újságíróját. Ez a vita a Pesti Srácok stúdiójában került megrendezésre, és a Balzakot is meginvitálták, hogy megörökítsük az eseményt. Ennek a vágatlan verzióját láthatjátok most itt a csatornánkon. Nagy szeretettel köszöntöm a Pesti TV nézőit, és köszöntöm a stúdiumban Pankutai Lilit, aki elfogadta meghívásunkat, illetve mi fogadtuk el az ő kihívását. És ennek kapcsán... én is a nézőket. És ennek kapcsán érkeztél a stúdiumba, hogy megvitathassunk egy-két dolgot, főképpen azt, ami kapcsán elindult a paláverünk az interneten keresztül, mikor is ugye egy Facebook bejegyzésedre reagáltam egy cikkemben. Először még azért megkérdezem, hogy hogy érzed magad itt a legsötétebb rogáni propaganda bugyraiban? Jól, abszolút jól. Nagyon örülök, az üstöd direkt a te kedvedért készítettük. Köszönöm szépen. Kezdjük talán azzal, hogy mi volt az a bejegyzés, amire én reagáltam, és ami miatt első körben ugye a helyreigazítást is kértél volna tőlünk, és ami kapcsán felmerült a vita. Ha megengeded, akkor ezt most fel is olvasnám. Tehát a Varga Judit Hajdú Péter interjút követően tetted közé ezt a bejegyzést, mégpedig azt, hogy a családon belüli testi és vagy lelki erőszak minden formáját elítélve, és szívemben az áldozatok mellett állva mindenki figyelmébe ajánlom, hogy a tanúként már kihallgatott V. Judit nem egy átlagos családanya és feleség, hanem egy volt miniszter, LP listavezető és professzionális kommunikátor, aki az ominózus hangfelvételen hátborzongatóan magától értetődő hangnemben beszél. Olyan témákról, amitől az átlag polgárt kirázza a hideg. Ugyanez a V. Judit volt Hajdú Péter vendége. Minden politikust többek között azt tesz alkalmassá hivatása gyakorlására, hogy az átlagembernél jobban tud hazudni, színészkedni, manipulálni. A kormány túlélése függ attól, hogy a regnálás óta számára legveszélyesebb ellenfelén Magyar Péterem pontosan most, amíg nem késő, egy soha nem látott hatékonyságú karaktergyilkosságot kövessen el olyan eszközökkel, és amilyeneket eddig nem vetett be. V. Judit kommunikációjának tartalma és annak időzítése egy naív gyereknek is logikus, a kinek az érdeke elrendszer mentén. Ezért mellékes is, hogy V. Judit egyetlen szava sem bizonyítható, hiszen nem voltunk ott a magyar családnál, és egy állítás áll egy másikkal szemben. Az viszont nem vélemény, hanem tény, hogy Judit és Péter fideszes baráti köre, Bájer Zsolt saját állítása alapján 10 éve tudott arról, hogy mi zajlott, vagy éppenséggel mi nem zajlott a családban. Szóval, Zsolti, az a helyzet, hogyha Péter ideális férj volt, akkor is hazugságban vagytok. Ha meg nem volt az, akkor is. Ups, kell még valamit mondanom, Ildikó? Ne féljetek. Örülök, ha kell még valamit mondanom Ildikónak, hiszen ez a mi mottunk. Igen, azért mondtam is, hogy tök jó. Tehát, hogy ez már eleve akkor kihívásnak tekinthető volt. Ennek örülök. Fel is kaptuk rá a fejünket. Nos, ugye neked az... Én erre válaszolóért cikkemmel az volt a probléma, ugye a cikkemnek, ha jól emlékszem, az volt a címe, hogy Pankutai Lili szerint csak addig kell hinnünk az áldozatnak, ameddig nem fideszes. Nos, felolvasva újra a bejegyzésedet, szerintem a szövegben egyértelműen ráutalás arra, hogyha kezelni akarjuk mindazt, amit Varga Judit elmondott, akkor meg kell tekintenünk a múltját, ugye így fogalmazol. Kitérsz arra, hogy a hazugság és a kommunikáció a munkaeszköze volt. Ebből szövegértelmezés alapján mindenképpen arra következtetek, hogy erre gondolhattál. Ha nem erre gondoltál, akkor kérlek javíts ki, hogy mire gondolt a költő? Én direkt, és én is örülök, én is elhoztam ezt a posztot, és én kiemelném azt, hogy... itt van, hogy miniszter volt, és LP listavezető. Direkt nem írtam azt, hogy fideszes volt-e, vagy jobb, vagy baloldali beállítottságú. Megbocsásd, ez egyértelmű. Tehát, hogy... Hát egyértelmű, hogy az volt, viszont itt magával a politikai pozíciójára utaltam, és arra, hogy ő politikus, nem arra, hogy melyik oldal viszont pártolja. Varga Judit személyétől elvonatkoztathatatlan az, hogy ő politikusként fideszes volt. És... ezáltal akkor fogalmazunk úgy, hogy te inkább arra gondoltál volna, hogy ha politikus állít ilyet, akkor kell meggondolnunk, hogy hihetünk-e neki? Hát azt kell végig gondolni, és ott direkt azért is van, akinek az érdeke mentén. Tehát bele is írtam direkt azt, hogy a politikusok a politikai haszonszerzés érdekében, ezt szerintem senki nem vitatja, hogy hazudnak és manipulálnak. És azok a kommunikációs képességek, amivel Varga Judit többször is él, és az a tehetség, ami neki is megvan, hiszen különben nem lehetett volna politikus. Elég csak azt megnézni, hogy mikori ez az interjú. De bocsáss meg, hogy közbevágok. Tehát ezzel még mindig nem cáfoltad meg mindazt, amit én felvetettem. Hogy az áldozatnak nem feltétlenül hihetünk,
meg kell tekintenünk a múltját, és Varga Judit esetében a politikusi múltja az a fideszes múlttal is egybefügg. Ha ez egy, tegyük fel, a Donát Anna lett volna mondjuk az az ember, aki a magánéletéről egy ilyesfajta interjút kitesz, akkor is ugyanezt írtam volna. De ez nem Donát Anna volt. Hát mert nem vele történt, tehát innentől kezdve, ha fideszes, akkor innentől kezdve, akkor ez bármire rá lehet húzni, vagy bármelyik. Már megbocsáss, egy olyan szituációban vagyunk, amikor ugye azt mondtad, hogy nem szereted, hogyha a ti oldalatokként hivatkozunk rá, de azért elvonatkoztatva tőled, fogalmazzunk úgy, hogy a másik oldal alapvető narratívája volt hosszú éveken keresztül, hogy az áldozatnak minden esetben hinni kell. Én ezzel nem értek egyet. Én úgy gondolom, és ezt is direkt leírtam, hogy én a jogi megközelítéssel értek egyet, és ezzel azonosulok, hogy mindenkinek a kijelentése bizonyítandó. Onnantól kezdve, hogy én azt mondanám, hogy hiszek Varga Juditnak, vagy azt mondanám, hogy nem hiszek Varga Juditnak, akkor én megelőlegezem a bíróságnak az eljárásának a végeredményét. Ez esetben viszont az a kérdés merül fel. Egyik oldallal sem értek egyet, és ma az ország fele hisz Varga Juditnak, a másik fele pedig nem hisz Varga Ez Juditnak. Ez esetben viszont... Bocsi, hadd fejezzem be. Csak nyugodtan. A hit az személyes meggyőződésen alapul. A személyes meggyőződésnek pedig tényeken kéne, hogy alapuljon, és abban az esetben, hogyha nem tényeken alapul a személyes meggyőződés, abból hitet avanzsálunk, és onnantól kezdve tényszerűvé fogjuk tenni a mi magunk hitét. Na, és itt ezzel van a probléma. Tehát onnantól kezdve, és ez igaz arra is, hogy nem hiszek, és igaz arra is, hogy hiszek neki. Én azt tartom, és ezt írtam le a posztjaimba is, és a viszontválaszba is ezt írtam, hogy Varga Juditnak megvan a joga jobb és baloldaliságtól, konzervatív liberálistól, Fidesz vagy Momentum, bármitől független az, hogy ő besétel a bíróságra, a feljelentést tesz, és el fogják dönteni ott, hogy ez megtörtént-e, vagy nem történt meg. Én addig nem mondhatom azt, hogy hiszek-e neki, vagy sem, mert akkor megelőlegezem a bíróságnak, és ez nem az én véleményem, ez minden egyes jogállamban ez a bevett szokás. Ez így eddig rendben is volna. Azonban mindehhez hozzájárul a te közszereplői mi voltad és a közszereplői múltad. Ami alapvetően úgy került be a közbeszédben, mint egy ellenzéki megnyilvánulás, nevezhetünk téged azt hiszem a dühös diáklány egyik archetipusának. Sőt, nevezünk az archetipusának, hiszen Nagy Blankát már korábban elfelejtették. Ennek kapcsán, hogyha te egy ilyen kérdésben megnyilvánulsz, és egy hasonló posztot teszel közzé, az egyértelműen véleménynyilvánítás. Különösen akkor, hogyha egy fideszes politikusról van szó. Épp ezért a te értelmezésed az olvasó szemléletében ebbe a tekintetbe fog átcsúszni. Mindenképpen azt látja az olvasó, hogy te itt ebben a kérdésben megkérdőjelezted Varga Judit állításád. Amennyiben amellett állsz, hogy meg kell várnunk a tényeket, meg kell várnunk a döntéseket, akkor a te szerepedből adódóan egyszerűen nem kellett volna reagálnod. Mivel azonban a közszereplői mi voltod és a médiában megjelent ismertető jeleid, mindaz a hozzáállási kérdés, amivel bemutatkoztál, már predesztinálja az olvasót, a te olvasóidat, a tőled átvett vélemény olvasóit arra, hogy ebből következtessenek valamire. Épp ezért mondom, hogy ez már nem sajtóetikai, hanem szövegértelmezési kérdés, amin megbukott az írásod. Szerintem nem bukott meg. Hát ez már hit kérdése, a hit pedig tényeken kell, hogy alapuljon. De szerinted miben bukott meg? Tehát az, hogy én azt írtam, hogy általánosságban a politikusokról, hogy... Nem, bocsáss meg, te nem általánosságban a politikusokról írtál, te konkrétan Varga Juditról írtál. Mint politikus. Nem Varga Juditnak a személyéről írtam, hanem Varga Judit, mint politikus, ezáltal olyan kommunikációs képességekkel rendelkezik, és az az időzítés, hogy mikor adta ezt az interjút, az azért eléggé elgondolkodtató. Természetesen, szerintem. Mint ahogy az is elgondolkodtató, hogy Magyar Péter mikor jelent meg a politikában. Erre miután, tehát az, hogy Magyar Péter addig, ameddig a kormányban tisztviselő volt a felesége,
és EP volt felesége, és EP választásokon EP listavezetőként indult, ő tiszteletbe tartotta azt, hogy nem akarja befolyásolni a politikai karrierjét a volt feleségének, és nem állt ki. Abba a pillanatban, hogy a volt felesége elveszítette a pozícióját, ezáltal lényegében már nem csak volt a volt felesége vesztette el a pozícióit, hanem ő maga is. Ő maga már előtte elveszítette hát még ő... mielőtt kiállt volna, már nem voltak állami. Igen, ő maga azután jelent meg közszereplőként, sőt ellenzéki figuraként, miután végbe ment a válás, őt pedig kirúgták a munkahelyeiről. Igen, ez, de most itt be lehetne azt hozni, és Varga Judit állította az interjúban, mondta azt, szóval ezt már kezel, ha ő maga ezt mondta, majd később a frakcióvezető Kocsis Máté is megerősítette, hogy rokoni alapon kapta a pozícióit. Erről mi a véleményed? Nem arról volt szó, hogy rokoni alapon kapta a pozícióit. De ezt konkrétan kimondták. De egyébként megvan pontosan, Kocsis Máté hivatalosan nyilatkozta, Magyart elhagyta a felesége, elvesztette a felesége által szerzett munkahelyeit, és ezért bosszút akar állni, majd Lázár János azt nyilatkozta, hogy a Fidesz frakció álláspontját Máté kiválóan foglalta össze. Tehát ez konkrétan kimondja azt, hogy Varga Judit juttatta pozícióba Magyar Pétert, és Varga Juditon keresztül kaphatta meg ezeket az állásokat, ami elgondolkodtat, hogy családi vagy csókos alapon osztogatni állami megbízásokat, majd tegnap vagy tegnap előtt volt, hogy kirúgták Tar Zoltánt a vasárnapi felszólalása miatt. Majd Mencer Tamás, az új kommunikációs igazgató azt írta, hogy miért kellene a kormánynak egy olyan emberben megbíznia, aki meg akarja buktatni. Már, bocsáss meg, de ezt el tudod nekem mondani, hogy Tarnak mi volt a munkahelye, milyen felelősségi kormány? Állami megbízatása volt. Állami megbízatása volt. Valamilyen tekkes. Állami megbízatása volt, majd nyíltan... Nem úgy tekkes. Majd nyíltan egy a kormány megdöntésére létrehozott tüntetésen vett részt. Ugyanebben a tekintetben akkor, ha már Magyar Péter és a nepotizmus, a családi kapcsolatok szóba kerülnek, akkor azt se felejtsük el, hogy mit mondott Magyar Péter, hogy ki volt az ő első tüntetésének a fő támogatója. Ki? Ugye az édesanyjára hivatkozott, aki nem más, mint a bírói kamarának az alelnöke. Nos, hogyha a hatalmi ágak szétválasztása mellett vagyunk, akkor szerinted mennyire elszerű az, hogy... egy ilyen hivatalban lévő személy egy nyíltan politikai megmozdulás szervezésében vesz részt. Illetve akkor már térjünk ki arra is, hogy hogy is van ez a Fidesz által kontrollált bíróságok kérdése. Hogy érted, hogy a Fidesz az ügyészségre gondolsz? Nem, a bíróságokra, hiszen az is visszatérő vád, hogy a bíróságokat a Orbán Viktor kézi vezérli. Nos, én hogyha... nem mondtam egyszer sem ilyen vádat. Nem, itt nem konkrétan rólad van szó, te is általánosságokban hoztad fel a nepotizmust, mint olyat. Csak a véleményedre vagyok kíváncsi ebben a kérdésben. Abban a kérdésben, hogy a Fidesz kézi vezérléssel irányítja a bíróságokat? Hát az ügyészséget az biztos, tehát a hangfelvételből... Nem, a hangfelvételből éppen az jön le, hogy nem kézi vezérli a... Tehát az hogy Rogán Antal kihúzat ügyészségi iratokból kormány... Hallottad a teljes hangfelvételt, persze, vagy csak elolvastad az összefoglalókat? Nos, persze, mert a teljes hangfelvételben arról van szó... Ugye, hát kérdés az, hogy mennyire kényszer hatására hangzott el mindaz, hiszen Varga Judit elmondta hát azt is, hogy... A stílusa és a hangneme egy pontosan egy otthoni vacsorázásnak a hangneme. Számomra a hangnem inkább, hangnemben inkább a megfélemlítés tűnt fel, de ez megint csak értelmezés és hit kérdése. Viszont, hogyha ebből indulunk ki, akkor abban a bizonyos hangfelvételben épp arról van szó, hogy... mennyi mindent nem lehetett változtatni ezen, és hogy nem engedték Rogán embereit betekinteni ebbe. Ez hangzik el a hangfelvételen. Nem ez, az hangzik el, hogy Rogán Antal kihúzatták magukat. Ez a mondat szóra-szóra így hangzik el. Majd az hangzik el benne, hogy Polt Péter nem elvesztette az irányítást, és nem elég vaskezűen jár el, és ezt pedig arra mondta, hogy nem tudták már Völnert kimenteni ebből az ügyből. Nem, Völner neve, mint olyan, ebben nem hangzik el. Tehát nem arról van szó, hogy ki akarták mentetni Völnert.
Hallgassuk meg! Talán műsor után meghallgatjuk és visszatérünk rá. Kértet, hogy vágatlan legyen, de hogyha kívánod, akkor szó szerint nem hangzik el benne Völner, ugye, de rákérdez Magyar Péter benne, hogy akkor őt miért nem tudták megmenteni, és őt miért hagyták ott. És erre mondta Varga Judit azt, nem azt mondta, hogy Polt Péter nem tartja kézben az irányítást, ezáltal volt lehetséges az, hogy kihúzassák saját magukat, hanem arra mondta, hogy hát magukat ki tudták húzatni, de egyet nem tudtak. Hát ez konkrétan megint csak nem így hangzott el, de kérted, hogy vágatlan legyen, viszont ezt a részt akkor a hangfelvétel talán majd bevágjuk az adásba. Jó. Hogy a nézők majd utólag össze tudják hasonlítani azt, hogy melyikünknek van igaza. Mert a hangfelvétel kapcsán állandóan visszatérő probléma volt az, hogy gyakran nem magára a hangfelvételre hivatkoztak. Ezt szerintem te is alá tudod írni. A médiában? A médiában nem a hangfelvételre hivatkoztak, hanem annak az értelmezésére. Nagyon sok helyen, sőt a legfelkapott a médiumokban, gondolok itt például a Telexre, a legolvasottabb hírportálokra, már az a vélemény jelent meg, amire az újságírók következtettek a hangfelvételek alapján. Ez alapján ez sem tekintik. Mint te arra, hogy a fideszeseknek nem kell hinni. Hát azért szerintem a te szöveged az valamivel nem gondolom úgy, hogy a fideszeseknek nem kéne megadni azt a jogot, hogy bebizonyítsák, ugyanis mindenkinek az állítása bizonyítandó, az egy első éves joghallgatónak betéve kell tudnia például. Nem hiszed, hogy meg kell adni. Nem, hiszem, hogy meg kell adni a jogot ahhoz, hogy ez bebizonyítsa. Természetesen, nem is ezzel volt a probléma. Épp ezért mondtam, hogy az én reakciómban nem arról volt szó, hogy de egyébként jogi szempontból tartalmilag ügydöntő is lehet az, hogy itt a nyilván családon belüli, vagy párkapcsolati erőszakról van szó, hadd mondjam végig, légy szíves. Párkapcsolati erőszak, vagy nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazás, ugye ez áll fent, hogy ez a két lehetőség van, amennyiben eljárást indítanak egymással szembe. Ügydöntő lehet az, hogy Varga Judit EP lista vezető volt, és volt miniszter volt, és maga az is, hogy ezt mikor tette. Ez egy jogi szempont. Itt megint arról tehát van itt szó. Megint nem az én véleményemről van szó. Viszont a jogi szempontoknál megint arról van szó, hogy te ugye felvetetted azt, hogy ha mindaz, ami a Hajdú Péter interjúban elhangzott, valóban igaz, akkor Varga Judit ennek kapcsán miért nem tesz feljelentést, miért nem járnak jobban utána ennek az ügynek. Ugyanúgy ott van az a kérdés is, hogy Magyar Péter akkor rágalmazás miatt nem tesz feljelentést. Hát ezt tőle kell megkérdezni. Ez esetben tehát akkor... És ugyanúgy Varga Juditot kell megkérdezni, viszont... hogy abban az esetben, ha ő bántalmazva volt, akkor miért nem tesz feljelentést. Viszont az esetben, hogyha ezt tőle kell megkérdezni, akkor ott van a kérdés, hogyha a cikkemben te az értelmezési kérdést fájdalmaztad, akkor miért nem írtál egy posztot arról, hogy Magyar Péter miért nem tesz rágalmazás miatt feljelentést? Ugyanúgy előfordulhat ez is. Ennyi erővel miért nem írok mindenről egy... Ez is egy posztot, jó kérdés. Tehát, ez is egy jó kérdés, hogy miért nem írsz mindenről. Épp ezért van arról szó, hogy maga a karaktered határozza meg az értelmezését az írásaidnak. Nem hinném, hogy a karakternek kell meghatározni az írásnak a tartalmát. Az ott elhangzott tartalomnak kell meghatároznia. Egy tökéletes világban nem így volna, azonban egy közszereplő esetében mindenképpen megnézzük az előéletet és azt, hogy hogyan jelenik meg. Ez befolyásolja magát a nézőt, az olvasót abban, hogy hogyan értelmezze magát annak a közszereplőnek a megnyilvánulásait. Tehát példának okáért, hogyha mondjuk Vlagyimir Putyin kijelenteni azt, hogy... Csak mellékesen megjegyezni azt, hogy soha nem elkerülhető az, hogy egy ország véletlenül lerohanjon egy másikat. Akkor tudnánk, hogy ezzel meg szituációra gondolt, hogyan értelmezzük a szavait. Sarkított példa, mindenképpen. Azonban be kell látnod, hogy ez a te esetedben is jellemző. Tehát mindaz, ahogyan te eddig a médiában megjelentél és szerepeltél, az meghatározza az olvasónak a szemléletmódját a megnyilvánulásaiddal szemben. És akkor azért, mert én a diák tüntetéseknek az arca voltam, és a zászlóvivője, ezért úgy kell értelmezni azt az írást, amiben se többet, se kevesebbet nem írok le annál, mint sem, hogy joga van bebizonyítani a bíróságon a kijelentéseit, és azt, hogy azért egy naív kisgyereknek is egyértelmű az időzítés, és az ott elhangzott tartalomnak a kinek az érdeke mentén lévő értelmezése, nem írtam le azt, a hogy nem hangsúlya kéne neki kellen vinni, van.
Nem írtam le azt, hogy hinni kéne neki, és azt se, hogy nem kéne Lili, a hangsúlya kellem van. Tehát azt mondod, hogy a te szereplésed miatt így kell értelmezni. Nem. Nem így kell, de az olvasó így fogja. Ez egy olyan kérdés, amit nem te magad határozol meg. Nem lehet minden mondat mellé közlekedési rendőrt állítani. Hogy minden pofon mellé sem, azt ugye rejtő írta. De be kell látnod azt, hogy minden szereplés meghatározza a következő szereplést. Minden megnyilvánulás meghatározza azt a nézőpontot, ami alapján téged bárki szemlélni fog. És itt ugye kitérhetünk arra is, hogy hol kezdődik a közszereplő is, hol kezdődik az, ahogyan beszélhetünk egy közszereplővel. Ugye, be kell látnom, nagyon gyakran, meglehetősen durván fogalmazok. Úgy fogalmazta, hogy bántóan. A bántónak pedig a definíciójában benne van, hogy lelki fájdalmat okozó. A bántó pedig bántalmazó. Az, ahogy te azt mondtad, hogy bántó voltál velem szembe, azzal megfogalmaztad azt is, hogy te magad is bántalmazó vagy egyébként. Hát azért erős különbség van. Rá lehet keresni a definíciókra. Igen, rá lehet keresni a definíciókra, és épp ezért is tettem hozzá. A verbális bántalmazó. Az, amikor valakit... személyében, a személybe lépünk bele, tehát megszemélyesítjük, és azt mondjuk, hogy te buta vagy, az onnantól kezdve verbális bántalmazás. De ha azt amit én leírtam, arra mondják, hogy mondjuk egy buta szöveg, az például nem bántalmazás. Mert ott nem a személyembe lépsz bele, hanem abba, amit én mondtam. Biztosíthatlak, hogy nem akartalak bántalmazni. És akkor kifejteném, hogy azt én hogyan látom. Ugye meghatározhatjuk a közszereplőnek, mint olyannak a definícióját, és azt, hogy hogyan beszélünk egy közszereplővel, és hogyan nem. Ugyanúgy nevezhetünk egy közszereplőt butának, butácskának. Azt hiszem, butácska volt, talán még egy kicsit finomítva is. Buta volt. Ne haragudj. Egy életre megjegyeztem. Csak viccelem. Reméltem, hogy legalább erről emlékezni fogsz rám. Ugyanúgy nevezhetjük ezt is támadásnak, ahogy nevezhetjük a politikusok gecizését. Ugye a bajszosszar az nem tőled indult, de később a diák tüntetések egyik jelszava volt. Tehát rengetegszer felmerülnek az ilyenek. Persze. Azt nem a Nagy Blanka mondta? De, és később a további diák tüntetéseken is felmerült. Tehát ez állandóan visszatérő jelző volt. Sőt, hát ugye a Ne írd alá Katalin során, azért Novák Katalinnal szemben is jelentek meg jelzők. Mindennek kapcsán csak annyit szeretnék mondani, hogy fenntartom azt, hogy egy közszereplőt megbántani teljes mértékben más, mint valakit személyében megbántani. Mindazon... Miért a közszereplő nem ember, vagy mi a különbség egy civil ember és egy közszereplő közt? Már is kifejtem neked. Jogilag értem, és tágabb a tűréshatár, de mint emberileg maga a tevékenység. Emberileg, nem hinném, hogy nézd, más. Nézd, épp azért mondom, hogy már is kifejtem neked, ugyanis közszereplőként az embernek sokkal súlyosabb sértéseket kell elviselnie, mint magánemberként. Magánemberként megharagudunk, érezzük a fájdalmat. De a közszereplők acélból vannak. A közszereplőnek acélból kell lennie. Ő vállalta ezt az életet. És akkor ez legitimálja a bántalmazást? Ezért nem nevezném ezt bántalmazásnak. Egy közszereplővel szemben azért te is sokkal... Tehát ha én azt mondom... mondjuk az valamelyik itt lévő kameramennek, hogy te buta vagy. De ha én ezt neked mondom, mint közszereplőnek, akkor a kettő közt számodra van különbség emberileg, nem jogilag, emberileg. Emberileg, jogilag természetesen, emberileg is van különbség. Ugyanis, ha valaki vállalja a közszereplői mi voltját, akkor onnantól kezdve emberileg ugyanúgy bele lehet tiporni a lelkébe. Hát, hogyha valaki már nem tudja elviselni azt, hogy megjelenik a neve a médiában folyamatos... Az mindegy, hogy elviseli-e vagy sem. Bár folyamatos emlegetés alatt áll, és neki már lelki fájdalmat okoz az, hogyha erre valaki esetleg durvábban reagál, akkor az inkább ne menjen közszereplőnek. Az, hogy elviseli-e vagy sem, az pedig megint csak annak a pontja, és akkor most visszatérnék ahhoz, amit el szerettem volna mondani. Találkoztunk, megismertelek személyesen, nem neveznélek butának. Köszönöm szépen. Viszont
De egy cikkbe azért az már más. Közszereplői megnyilvánulásaidban azért arra felhívhatom a figyelmet, hogy hát ez a kislány nagyon nagy butaságokat beszélt. Ezzel semmi baj nincsen. Nagy butaságokat beszélt. Itt a beszédemre mondod azt, hogy buta, nem pedig rám. Vagy buta volt ez a kislány, ha közszereplőként beszélünk rólad, akkor akár még ez is belefér. Személyesen nem mondanék neked ilyet. Hát nem hiszed? Szerintem nem. Hát ez már megint hit vagy szövegértelmezés kérdése. Mert az nem szövegértelmezés kérdése, hogy egyetértek-e azzal, hogy valakit nyilvánosan lecsökkentett pH-értékűzünk, vagy nyilvánosan megkérdezzük tőle, hogy téged ki a kurva anyád nevelt föl, vagy letakonygerincizik. Ez Bájer Zsolt volt. Azért mondom, hogy mindezeket nem mossuk össze. Alapvetően én a közbeszédben ezekről a fajta megnyilvánulásokról beszélek, hogy mi az, ami viszont belefér, és mi az, ami tudatosítanod nem. Kell a megszemélyesített... Ezt tudatosítanod kell magadban, hogy ez a közszereplői mi voltodból fakad. Mindaddig, ameddig ebben a kérdésben szerepet válasz, hidd el, hogy mindenképpen lesznek támadások, lesznek hasonló. De az, hogy én közszereplő vagyok, nem legitimálja azt, hogy bántalmazzunk. Egyik oldalról sem? Egyik oldalról, persze. Hát ehhez képest azért a diáktüntetésen elég durva molinók és kijelentések jelentek meg. Akár nem a tiéden, akár vele egyet. A korábbiakon is. Ezt akkor viszont nem mondtad el? Hát miért nem mondtam el? Mert nem tudok oda menni egyesével minden egyes emberhez. Nem is kérdezték, de most, most megkérdezted, akkor most elmondom, hogy az, ami személyében érinti az adott embereket... Ne haragudj, de lehetőséged akkor is lett volna arra, hogy mindezt elmond. Ugyanúgy megjelentél a médiában, sőt gyakrabban is, mint mostanság. És hogyha ennyire zavar téged az, hogy valakit bántalmaznak szavak által, akkor mindezt akkor is felvethetted volna. Az, hogyha a kormányról fogalmaznak meg ilyet. Nem csak a kormányról, a kormány konkrét szereplőiről is. Ha a kormány konkrét szereplőiről név szerinti támadásról van szó, unblock nem értek vele egyet. Hogyha úgy hangzik ez el, hogy a kormány, mivel a kormány ez nem egy személy, akkor azzal nincsen szerintem. Mindezt elmondhattad volna akkor is, amikor még szerepvállalásod volt ebben, és vezérszemélyisége voltál mindezeknek a mozgalmaknak. Ne haragudj, ennyirevel bármiről nyilatkozhattam volna, arról nyilatkoztam, amiről kérdeztek. Nem, egyszer sem volt olyan, viszont, hogy én téged, oda mentem volna egy újságíróhoz, hogy én ezt most szeretném elmondani. De ezt téged akkor is felháborított? Én nem néztem, és egyébként olyat, ami konkrétan név szerinti plakát volt, én olyat nem láttam. Biztos, hogy volt. De ha volt olyan, hogy nekem valaha is név szerinti sértés hagytál a számot, akkor ezúton is szeretnék érte bocsánatot kérni, és nem értek vele egyet. És akkor sem értettél vele egyet. Nem figyeltél rá, de felháborítónak tartottad. Tehát nem azt mondom, hogy felháborítónak tartom, azt mondom, hogy nem értek vele egyet, nem értek egyet azzal, hogy valakit név szerint bele lehessen tiporni, vagy a médiába, vagy egy tüntetésen, vagy bárhol. Én a színpadon ilyet nem mondtam, és nem csináltam. Az, hogy a tüntetők mit csináltak a tömegbe, azt én nem tudom a saját felelősségemre vállalni. Kiemelt figurája voltál ennek, mint ahogy... De nem én tettem magamat kiemelt figurájával. Nem tettetted magad kiemelt figurájával, hanem a média. De épp ezért ez ugyanúgy felelősséggel járt, mint a közszereplői mi voltad. Szintén felelősséggel jár. Ezek a felelősségvállalások azok a kérdések, amelyekre akkor is ki kell térni, hogyha éppen kényelmetlen. Mindaz, ahogy most kitérünk rá, nem késő. Tehát épp azért itt van a hely, és itt van az ideje, mindenképpen szükséges. De ne csak akkor háborítson fel, hanem akkor is, amikor te vagy az arca egy olyan tüntetésnek, ami, hát akár nem is idézem, milyen plakátokkal, milyen szlogenekkel jelenik meg a nyilvánosságban. Te voltál ennek az arca. Te voltál ennek a fő képviselője. Tudtad, hogy a felelősséget válasz Jeszenszky Zsolt azon kijelentéséért, ahol egy női politikus és egy kecske megbaszásáról, hogy melyiket érdemesebb megbaszni. Jeszenszky Zsolt ilyet nem mondott. Az a baj, hogy idézem? Itt van. Na, idézd. Erre nagyon kíváncsi vagyok, ugyanis ezt mindenki rosszul idézi. Én többször is láttam azt a hobbista részt egyébként. De hallgatlak, hogy pontosan ez hogyan volt. Na, megkeressük. Annyi minden nyomtattam ki. Hát van egy másik is. Ha az ember kurvának áll, akkor baszni kell. Ez az egyik. Ez viszont
másik pedig arról beszélt, hogy Baranyai Krisztát vagy egy kecskét kell megdugni, illetve ennek milyen előnyei és hátrányai lennének. Nem, ez majd azzal végig... Az megvan esetleg, hogy pontosan hogyan hangzik el, vagy az csak leírtad az nincsen. Az nos, akkor elmondom meg. Neked, hogy ez pontosan okay. Hogy hangzik el. Puzsé Robertet idézték abban az adásban, kérlek szépen. Ugyanis a hobbista idézet részében mindössze arról volt szó, hogy Baranyi Krisztina nem túl szép. Aláírom, ez megítélés kérdése. Én ebben most nem is mondanék véleményt, nehogy szexista legyek. És erre válaszul jött fel az a kérdés, hogy a Puzsé Robert idézete, aki egy csúnya nő kapcsán mondta azt, hogy de inkább dugnád meg őt, mint a kecskét. És ezt a Puzsér idézetet lőtték el a műsorban. Nem arról volt szó, hogy inkább kecskét dugjanak, mint Baranyit, vagy inkább Baranyit, mint kecskét. Tehát azért ez egy biztosan nagyon sarkítás, hogy nézd meg ezt az adást. Elküldöm neked a linket, most már úgyis tartjuk a kapcsolatot. Nagyon szépen köszönöm. Akkor viszont kíváncsi lennék, hogy miért azt nyilatkozta, hogy minden éppeszű ember tudja, hogy ez egy szókimondó, szatirikus politikai talk show, lehet szeretni vagy nem szeretni, ezzel semmi baj nincs, de ez egy ilyen műsor, ahol ilyen és még ennél sokkal durvább dolgok is elhangzanak időnként. És ezzel mennyivel vállalta akkor, fel akkor azt, nem, hogy ezt akkor mondta volna? Akkor miért nem azt nyilatkozta, hogy ezt nem is ő mondta? Ez később más műsorokban elhangzott, hogy nem is így hangzott el. Akkor egy újságíró kérdésre... Sokkal több jobboldali médiát kellene, hogy néz. Valószínű. Valószínűleg Jessica akkor még azt sem tudta, hogy pontosan melyik adásról is miről van szó, hiszen rengeteg munkánk van, rengeteg hasonló előfordul. Rengeteg hasonló ilyen és egyéb szókimondó tartalom? Igen, fogalmazzunk így. De mindabból, amit itt a Jessi válaszából felolvastál, ez nem utalta arra, hogy ő felelősséget vállalt volna ezért, vagy kijelentette volna, hogy ilyen elhangzott a műsorban, mert nem hangzott el ilyen a műsorban. És akkor, szerinted teljesen rendben van, hogy médiumokban így beszélnek? Legyen az akár Puzsér Robert vagy Jeszenszky Zsolt. Hát nem kötelező nézni. Nem kötelező nézni, rendben. De hát szerintem ez mind a két oldal. És akkor az, hogy én egy irodalmi műben káromkodok? Hát azt meg nem kötelező elolvasni, vagy a színpadon felolvasni, és ezzel egy tüntetést támogatni, mert ugye valljuk be, hogy annak a hevében olvastad fel az irodalmi művet, hogy éppen zajlott egy kormányellenes tüntetés. Egy ezt használtad ki arra, tüntetés, igen. Ezt használtad ki arra, hogy a színpadon előadd a művedet. Ami... Hát megint csak felvett kérdéseket, de ez már ettől teljes mértékben független. Az, hogy ebben milyen stílusban nyilatkoztál meg, az pedig szerintem, tehát javíts ki, ha tévednék, én akkor még erről nem is írtam semmit, pedig már akkor a Pesti Srácoknál dolgoztam. Ez inkább azt határozta meg, hogy téged, hogy rád, mint közszereplőre hogyan tekintsünk. Ami egy teljesen más kérdés. Ez nem azt határozta meg, hogy... egy műsorban elhangzik-e ilyesmi, mert az a műsort meghatározza, ugyanúgy, ahogy a te közszereplői mi voltodat meghatározta a te versed. Viszont a műsort nem kötelező nézni, te pedig közszereplőként megjelensz a médiában. Tehát azért ez egy megint másik kérdés. Teljesen másként kell hozzá viszonyulni, és el kell tőle vonatkoztatni. Akár Puzsérról beszélünk, akár a politikai hobbistáról, akár a hajóágyúról, amit szintén tudok megtekintésre javasolni, bár nem szereplek benne, sajnos. Tehát akkor, ha jól értem, akkor van különbség a között, hogy én egy irodalmi műben káromkodok, és a között, hogy Jeszenszky Zsolt egy műsorban káromkodik. Nos, igen. És akkor nem értem, hogy ez a kettő közt... Mert a helyszín között van a fő különbség. Ő a saját műsorában káromkodik. Ez megvan mondva. Te viszont egy tüntetésen, nagy nyilvánosság előtt, akkor teljesen közte... más okból és kihasználva a tömeg jelenlétét. Akkor a köztelevízióban való káromkodás, az akkor melyik? Így kettő közé esik, vagy az oké, de egy tüntetésen nem oké? Nem, egy a köztelevízióban való káromkodás szintén a műsorok megtekintése köré esik. Tehát, hogyha valaki az én adóforintjaimból finanszírozott köztelevízióban káromkodik, az elfogadott, de ha valaki egy irodalmi műben, egy tüntetésen, az nem. Azért nem. Mert, mint ahogy kifejtettem, egy műsorról elkapcsolsz. Ezen a tüntetésen te főszereplő voltál, és meghatároztad a hangnemét ennek az egésznek. Mindez összefügg azzal, hogy milyen megnyilvánulások jelentek meg a tüntetés résztvevői között, milyen hangnemet vett fel az egész. Ez egy politikai esemény volt. Oktatási tüntetésnek nevezted, nem ellenzékinek,
ezt egy másik vitában megbeszéljük majd, hogy melyik végletbe soroljuk be. Viszont ez egy nyíltan politikai megmozdulás. Nyilván, nagy tömeg előtti demonstráció, mert az tüntetés. Oktatás, ez a közéletnek a része, a politika pedig a közéletről szól. Hát, természetesen, hogy ne természetesen. Hogy ne ezért más egy ilyen helyzetben. De, mint említettem, az ott való káromkodás meghatározta a közszereplői Mikoltodat, a későbbi jövődet. Az, hogy egy tévéműsorban ki hogyan káromkodik, meghatározhatja a műsorvezetőt ugyanúgy. Meghatározhatja a műsor szereplőit. Viszont, hogyha valaki már beugrott ebbe a kútba, akkor ne kapálózzon. Tehát akkor József Attila, Petőfi Sándor, Janusz Pannonius, akik nálam cifrábbakat írtak azért a műveikbe, ne kapálózzanak. És melyik Babics vett részt, Mihály, de várj, ja, mondok, melyik vett részt politikai demonstráció? Babics Mihály, a az háború kitörése. Költöm, egyébként. Babics Mihály a háború kitörése után azon a rakparton mondott el egy háború ellenes beszédet, ahol én is. Majd elhatárolódott tőle a fél ország istenkáromlásért. Ismerős a történet. És ugyanaz abba a gimnáziumba járt, ahova én is, és ez a gimnázium akkor ugyanúgy elhatárolódott tőle a háború ellenes beszéde és verse miatt, amit felolvasott a rakparton. Csak idézném azt a verset. Ma emlékfal áll róla az iskolában. Csak idézném azt a verset, amelyre gondolsz, és nézzük meg, hogy az utána, szerintem idézem ezt a verset, utána pedig mondd el azt, amit te mondtál. Akkor az egész. Babics verse a rakparton az volt, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, erre gondolsz, igaz? Harcokban, bűnökben, szennyekben. Rád tekint árva a világod, a te neved megszenteltessék, a te legszentebb neved békesség. Véres a földünk, háború van, kezed sújtását sejtjük, uram. Nem, ez a mi atyánk 1914. Én az elég voltról beszéltem. Akkor idézz kérlek ebből az istenkáromról részt. Nem fogom tudni idézni, nem tudom, kívülről a verset. Azt viszont tudom, hogy miután elmondta, nagyon-nagyon súlyos vádak érték, és a fél ország felemelte, a másik az ország másik fele. Természetesen József Attilát is súlyos vádak érték a Tiszta szívvel című versért. Mindez meg is határozta őket kortársaik szemében, meghatározta őket az utókor szemében is. Várom az utókort. Gondolhatunk róluk bármit, de mindez alapján be kell látnod, hogy meghatározó felszólalások voltak ezek. És a te verselésed, a te trágárságod ugyanúgy meghatározta annak a demonstrációnak a hangvételét, a hangnemét, és meghatározta azt is, ahogyan rád tekintenek azóta is. Épp ez alapján akár ezek között a nagy költők között. És ez meghatározza azt, hogy én, ez amit most elmondtál, pontosan ezért kijelenthető az, hogy én ebbe a posztomba azt mondtam, hogy aki fideszes, annak nem kell hinni. Tehát ezek a tevékenységeim sarkítasz. Határozzák ezt meg. Sarkítasz. A közszereplői mi voltod, és az a vélemény, amit közszereplőként már évek óta felvállaltál, és amit képviselsz, az határozza meg az értelmezési kérdéseket. Nem az az egy versed, nem az az egy felszólalásod, hanem mindaz, amit azóta folyamatosan képviselsz, az határozta meg azt, hogy hogyan tekinthet egy olvasó arra, amikor egy adott politikusnál felhívod a figyelmet arra, hogy mielőtt hiszünk neki, meg kell tekintenünk a múltját, az, hogy milyen jó a kommunikációban. A körülmények rettentően fontosak. Hát egy nyilvánosságra hozott, ezt már egy nyilvánosságra hozott hangfelvétel után, amiben arról van szó, hogy Rogánék befolyásolják ne a legfőbb ügyész, hadd mondjam végig, légy szíves. És azt is, hogy azért a hangfelvétel nem pontosan így nézett. Ezek a körülmények, majd ezek után áll elő. Hidd el, a bíróság, amennyiben rágalmazásért eljárást indítanak, körülményként fogja venni azt, hogy ez mikor hangzott el, milyen körülmények közt hangzott el, és azt is figyelembe veszi a bíróság, hogy volt igazságügyi miniszter és RP lista vezető. Ezek befolyásoló egy teljesen másik dologról beszélsz, amit már tisztáztunk. És én, de én erre hívtam fel, arra hívtam fel a figyelmet, hogy volt igazságügyi miniszter és RP lista vezető és kommunikációs viszont szakember. Nem erre erről, hívtam fel, nem de erre beszél. Hívtam fel a figyelmet. Nem erről beszélünk. És ez egy hanem olyan körülmény, arról, amit a jog is figyelembe vesz. Tehát te most elmondtad, amire gondolt a költőt. Én pedig elmondtam azt, hogy mi az olvasó reakciója. Akár a te kommentelőidet, nem ha az megnézzük. Olvasóktól függ az, hogy az én tartalmamban én mire gondoltam, vagy viszont, mire nem. Viszont ha közszereplőként
akarsz hasonlóról beszélni, akkor ezt egyértelműbben is megfogalmazhattad volna. Szerintem elég egyértelműen fogalmaztam. Nos, visszatekinthetünk arra akár, hogy a kommentelőid hogyan értelmezték ezt. Nem a kommentelőim határoznak meg engem. De hát, ha a kommentelők határoznak meg engem, akkor nagyon szívesen felolvasok pár pesti srácokos kommentet, ha szeretnéd. Nem összeválogattam, tehát ez sorrendben. Megint csak teljesen más dolgokról van szó. Az odadobnálak téged a migránsok elé, akkor ez a te cikkedből következtethető? Teljesen más dologról van szó. Nem azt mondtam, hogy a kommentelők határoznak meg téged. Azt mondtam, a kommentelők határozzák meg az értelmezését az írásodnak. Szerintem nem a kommentelők határozzák meg a tartalmát az írásomnak, hanem maga a tartalom. Bárki beleláthat bármibe, bármit ennyi erővel. Nos igen, bárki beleláthat bármit. Tehát, hogyha én oda küldök a ti oldalatokra egy mondjuk 100 embert, hogy kommentelje azt, hogy Isten nem létezik, vagy bármilyen hasonló dolgokat, akkor azok a kommentelők befolyásolhatják a tartalmát annak a cikknek, amit te leírtál. Nem, félreértettél. Elmondom akkor még egyszer. Nem az írásod tartalmát határozzák meg. Nem azt, amit te mondasz, hanem az értelmezését annak, amit mondtál. Az, ahogyan ők értelmezik az írásodat, az a tömeg értelmezése. Attól függetlenül, hogy te akár teljesen másra gondoltál, ez a mire gondolt a költő kérdése. Ugye és akkor onnantól kezdve, hogy ez értelmezhető így, akkor le lehet hozni azt cikkbe, hogy Pankotai Lili szerint nem kell hinni a fideszeseknek, hogyha bántalmazták őket. Hadd fejezzem be. Mivel valószínűleg én is buta vagyok, és félreértelmeztem azt, amit mondtál. Aláírom akár ezt a verziót is. Viszont be kell látnod azt, hogy az olvasó értelmez. Az, ahogyan az olvasó értelmez, nem változtatja meg az írás tartalmát. De a tömeg értelmezése az olvasók értelmezéséből épül fel. Mindez pedig meghatározza azt, hogy ha megjelenik egy hasonló írásod, akkor az hogyan fog megjelenni a médiában, hogyan reagálnak rá, és hogyan értelmezik. És az a baj, hogy most nagyon pocsékul érzem magam, mert pont úgy járt le az időnk, hogy ezt elmondtam, de szeretném ezúttal felajánlani azt, hogy bármikor folytassuk, és visszavágj nekem, és akkor már a helyszínt rád bízom, de a mi stúdiónk mindig nyitva áll, és várunk szeretettel. Köszönöm szépen. Mi köszönjük, hogy eljöttél. Köszönjük a meghívást Pankotai Lilinek és a Pesti srácoknak. Hogyha tetszett a videó, mindenképpen nyomjatok egy like gombot, és hogyha nagyon tetszett, még a köszönöm gombbal is tudjátok támogatni. Amennyiben az egész munkásságunk tetszik, a feliratkozást nyomjátok meg, illetve a csatorna csatlakozással tudtok minket anyagilag is támogatni. Csumi!